Milyen kondíciókkal, milyen létszámmal indított a 2019-2020-as nevelési évet a Pátyi Pátyolgató óvoda? Gyerek létszámunk 312 fő, dolgozói létszámunk szeptemberben még megvolt, de most egy pedagógus hiányunk keletkezett. Egy kismamánk van a csapatban. Tehát egy státuszt kéne átmenetileg betölteni. Milyen esélyek vannak erre? Hát nem túl jók. Egész régióban komoly gondot okoz a pedagógus hiány. Ilyenkor hogyan lehet orvosolni? Van, ahol asszisztensekkel vagy gyakornokokkal egészítik ki, van, ahol nyugdíjas kolléganőt hívnak vissza. Ebben az óvodában mi lesz a megoldás? Pedagógiai asszisztenseket szoktunk ilyenkor felkérni a munkaellátására, ők segítik az óvónők munkáját. Természetesen igyekszünk nagyon-nagyon jó csapat lenni a továbbiakban is, hogy a környéken felelhető kóboróvónők egész biztosan nálunk kössenek ki. De ez a hiány ez nem okoz fennakadást az óvoda működésében? Egyáltalán nem. A 312 fős gyereklétszám és a férőhelyek száma az milyen arányban áll egymással? A férőhelyünk az 337 fő, tehát van még helyünk az óvodába. Erre a férőhely bővítésre azért volt szükség 2019-ben, mert rengeteg új házat adtak át az előzőjében, és még most is fognak. Tehát sok családnak a kitelepülésére számítunk, sok kisgyerekre. Úgyhogy várjuk őket szeretettel, akik Pátyra költöznek. Polgármester úr vélelmezi, hogy a következő 5 évben évente egy 100 új bölcsödés óvodáskorú, kisiskoláskorú gyerekre lehet számítani. Ezek szerint a Pátyolgató fel van erre készülve? Hát 100 új gyerekre nem vagyunk felkészülve, de a képviselőtestület ígérete alapján egy új óvodát építenek, aminek már a tervei megvannak, és a terület is megvan rendelkezésre már, úgyhogy amint a pénzügyi fedezet megvan, úgy tudom, hogy akkor rögtön elkezdik az óvoda építését, és ott egész biztosan el fog férni akkor az a 100 gyerek is. Nem csak a férőhelyek száma fontos egy intézmény esetében, hanem az eszközpark, az infrastruktúra. Történtek-e az elmúlt két esztendőben, elmúlt időszakban olyan fejlesztések, javítások, eszközbeszerzések, ami javított az óvoda színvonalán? Természetesen minden évben történnek fejlesztések. Az épületek állagát már teljesen jóvá varázsoltuk, tehát az öreg épületeink is korszerűek lettek belülről, kívülről, energiahatékonysági felújítások megtörténtek. Úgyhogy a gyermekeket nagyon esztétikus és optimális környezet várja. Az eszközeinkben is jól ellátottak vagyunk, de az önkormányzat támogatja az óvoda működését, és mindent biztosít számunkra, amire szükségünk van. Rengeteg játék, kerti játék áll a gyerekek rendelkezésére. Ezek mellett természetesen pályázatokon is indulunk, és éppen most is egy olyan pályázaton dolgozunk, amikor magas ágyásokra nyertünk egy komolyabb összeget, úgyhogy szeretnénk, ha már tavasszal a gyerekek ültetni kezdhetnének, úgyhogy a magas ágyásaink elkészülnének. Addigra. És kiválóan közlekednek a gyerekek, gondolom, hiszen részt vesznek egy közlekedési projektben is. Azóta is igen, részt veszünk a közlekedésfejlesztésben, és rendszeresen használjuk a rendelkezésünkre álló fantasztikus közlekedési pályát, eszközöket. Akik ide szeretnék beíratni a gyermeküket áprilisban, megtekinthetik-e az épületet, beszélhetnek-e a leendő óvónőkkel? Természetesen idén is biztosítunk erre lehetőséget a nyílt napok keretében, április 8-án és 9-én, a beiratkozásunk pedig április 20-án és 21-én lesz. Miért ide írassam a gyerekemet? Mitől egyedi, mitől más ez az intézmény, mint a régió többi óvodája? Nagyon-nagyon szeretjük a gyerekeket, a leginkább mi szerintem, de ezek mellett családbarát óvoda vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a családok megismerjék az óvodában folyó munkát, és ezt komolyan gondoljuk, igyekszünk bevonni őket a projektekbe, tehát nyitott az óvodánk a családok számára, nem rájuk erőltetve a szereplést vagy az óvodai segítő munkát, de megismertetve velük. Ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert azt a rövid időt, amit a szülők a gyerekekkel tudnak tölteni esténként, tartalmas beszélgetésekkel tudják történni, hogyha egy picit belelátnak abba, hogy mi történik az óvodában napközben a gyerekekkel. Ezek mellett környezettudatosan neveljük a gyerekeket, nagyon sokfajta tevékenységgel közelítjük meg a környezettudatosságra való nevelést. Kirándulásokkal, állatgondozással, a környezetóvásával, a szelektív hulladékgyűjtéssel. Az egészséges életmódnak is nagykövetei vagyunk, és ezek mellett még a néptáncra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Rengeteg programot biztosítunk a gyerekeknek, mert nagyon fontos tartjuk, hogy minden egyes tevékenységet élményekkel alapozzunk meg. És itt még a varjak is jól érzik magukat a gyerekekkel, ahogy látom a faliuságon. Így van, nem létezik olyan állat, amit ne szeretnénk. És ez azért egy kicsit a gyerekek kreativitásáról is árulkodik, gondolom ez is hangsúlyos. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek elképzeléseit engedjük megvalósulni.